A NATO tagországoknak egyre nagyobb kihívást jelent az, hogy pótolják az ukrán hadsereg által elhasznált muníciót, ezért a védelmi szervezet azt kéri, hogy a nyugati országok pörgessék fel a gyártási kapacitásaikat, ehhez befektetések is kellenek. A nagy kaliberű lövegek esetében a várakozási idő 12-ről 28 hónapra nőtt, vagyis ha ma megrendelnek valamit, akkor azt 2,5 év múlva szállítják csak le. Növelni kell a gyártást, és ehhez befektetésekre van szükség, mondta Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. A témáról szó lesz a NATO védelmi minisztereinek keddi tanácsülésén is. Stoltenberg szerint szorít az idő, hiszen az újabb orosz offenzíva már el is kezdődött a frontvonalon. Szerintem ez az új offenzíva már elkezdődött, hiszen azt látjuk, hogy Oroszország Putyin több ezer új harcost küld a frontra, elfogadva azt is, hogy magas a halálozási arány. Ezzel nyomás alá helyezik Ukrajnát, Oroszország azonban nélkülözi a minőséget, a vezetői képességet, a logisztikát, és a katonák kiképzése nem éri el az ukrán erők szintjét, de túlerőben vannak, mondta Jens Stoltenberg. Don't have the same level as the Ukrainian forces, but they have more forces. A NATO tagállamai azt is fontolgatják, hogyan tudnának erősítést küldeni az ukrán védekező műveletekhez.